A kínai Shandong tartomány képviselői, Liao Cheng város polgármestere és Magyarország pekingi nagykövete is bekapcsolódott a szerdai online konferenciába. Paksot Szabó Péter polgármester és Bana János tanácsnok képviselte a rendezvényen. Szabó Péter december 8-án látta el kézjegyével a kínai Liao Cheng és Paks közötti együttműködésről szóló testvérvárosi szerződést. A városvezető azt mondta, számos területen tudnak majd együttműködni. Az együttműködés többek között kiterjedhet a kultúra, az oktatás, a sport, az idegenforgalom, az ipar, az innováció és a mezőgazdaság területére is. A két város kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, tette hozzá Szabó Péter Paks polgármestere a szerdai online konferencián úgy fogalmazott, a két város törekvései minden szempontból megfelelnek a testvérvárosi kapcsolat kialakításához. Liao Cheng város képviselőinek 2017-es paksi látogatását viszonozva 2018 májusában személyesen is részt vehettünk Bana János úrral, és élvezhettük az önök vendégszeretetét. A korábbi találkozások és kapcsolatfelvételek után úgy gondoltuk, hogy a törekvések megfelelnek Paks város érdekeinek is, ezért javasoltam a paksi képviselőtestületnek, hogy a megállapodásban foglaltakat fogadja el, azt hagyja jóvá, és hatalmazzon fel annak aláírásával. Még a novemberi képviselőtestületi ülésen született döntés az együttműködés megkötéséről, a koronavírus járvány miatt az aláírásra online formában került sor. Úgy gondolom, Kína és Magyarország között szoros a kapcsolat, hosszú ideje, a felek kölcsönösen bíznak egymásban. A most aláírt dokumentum tovább erősíti a régi kapcsolatokat. Az együttműködés rengeteg gyümölcsöző eredményt hoz majd, mondta az online konferencián Liao Cheng polgármestere. Az aláírt együttműködés a város vezetők szerint új fejezetet nyit a barátságban, gazdagítja a két ország kapcsolatait. Még jóval a szerződés megkötése előtt egyébként Liao Cheng 30 ezer darab FFP2-es maszkot küldött Paksra, így segítve a koronavírus járvány elleni védekezést.